Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Itt ez a kártya felül és alul utal az ő gondolatára, az ő terveire. Itt látható, hogy van egy kihívás. Mindenki be akarja bizonyítani magát. Mintha ezek a nők azt mondanák, én sokkal jobb vagyok, szebb vagyok, tehetségesebb vagyok, én kimutatom most az életerőmet, és győzni fogok. Lehet, hogy ő van ebben a helyzetben, de én úgy gondolom, hogy ez inkább rád utal, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Biztos vagyok abban, hogy vannak személyek a környezetedben, ez lehet egy kolléganő, vagy valaki a családból, vagy egy hamis barátnő, aki így viszonyul hozzád, és ki akarja mutatni azt, hogy sokkal jobb, tehetségesebb ő, mint te. Lehet, hogy téged ez elszomorít, hiszen itt a képen látható a könnyek mezeje. És mivel ő tudja ezt, és érzi azt, hogy nálad vannak ezek a kihívások, egy konkurencia vagy rivális nők a környezetedben, ő azt ajánlaná neked, zárd le ezt a témát. Búcsúzz el a könnyek mezeitől, ne foglalkozz ezekkel a hamis nőkkel, amit itt ez a kártya mutat. Te sokkal tehetségesebb vagy, jobb a fellépésed, megvan a szépséged, és ebben bízd, ne arra figyelj oda, hogy mások hogy vélekednek rólad. Ezek most az ő gondolatai. És én úgy érzem, hogy ő ezzel segíteni akar neked. Ami az érzelmeit illeti, az itt látható. Nagyon jól összeilletek, hiszen ő a király, te a királynő, és mindketten uralkodtok a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Ő érzelmekkel közeledik hozzád, és tudja azt, hogy te is szereted őt, hogy te is kimutatod az érzelmeidet, és ő ezt elfogadja. Itt a kezébe veszi ezt a kartot, és fontos döntéseket fog hozni. Azon kívül ez a kártya jelenti azt is, hogy beszélni akar veled. Lehet, hogy ezekről a problémákról, amin ő töpreng. Amit a kart még jelent, elvágni valamit, például félelmeket, bizonytalanságokat, vagy ezeket a kapcsolatokat, egy komoly döntés, elhagyni a könnyek mezejét. És mit fog tenni, az itt látható. Ő még mindig itt a király, de ezúttal uralkodik a tűz eleme felett, ami jelenti a bátorságát. És ő is tudja, hogy te is a tűz eleméhez tartozol, hiszen itt is a botok nálad a tűz elemét jelentik, de sok mindent cipelsz. Ez túl sok, ez egy nehéz kezdet. Ezért ő azt ajánlja, hogy a 10 botból, ami itt látható, vegyél egyet a kezedbe. És tedd azt, ami fontos számodra, ahol be tudod bizonyítani magadat. Vagy ügyelj a kettőtök kapcsolatára, és akkor a tűz eleme jelenti a lelkesedést és a szenvedélyeket is.
Itt megkapod az aranyérmét. Ez lehet egy anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. Vagy ő nyújtja ezt át, és szimbolikusan jelenti az értékeket. Hogy ő javítani akar valamit a te helyzeteden, mert te értékes vagy számára. A tanácsa az, hogy hagyd el a könnyek mezeit, zárd le ezeket a kapcsolatokat, hiszen ezek a hölgyek megbántanak téged, és engedd el a botokat, elég, ha csak egyet viszel tovább. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a csillagok, egy kis asztrológia. Az indiai asztrológia szerint a hold azon a napon, amikor ez a videó megjelenik, június 22-én a Mula holdházban van. A Mula holdház jelenti a gyökereket, ami utalhat az őseidre, de a biztonság érzetére is, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy stabil párkapcsolat, vagy egy stabil anyagi helyzet. Ezen a napon a hold egy jó kapcsolatban van Mars bolygóval. Mars bolygó jelenti az élet erőnket, a hold pedig az érzelmeket. Kell a nyugalom, ez ad erőt számunkra. Amit még ez a kapcsolat jelenthet, hogy a férfiak jó viszonyban vannak az anyukával, mert a hold jelentheti az anyai témákat is, de a hold utal általánosságban az érzelmekre, a vágyakra, az elképzelésekre, és a férfiak kimutatják most az érzelmeiket, ami itt is látható, átnyújtják ezt az arany kelyhet, jelenti az érzelmeket. Vénusz bolygó még mindig egy nagyon jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval. Jupiter bolygó szerencsét hoz, különösen nálunk hölgyeknél. De kihathat a szerelmi élet területére is, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja ezt a témát. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt felül látható, hogy vannak kihívások. Mindenki be akarja bizonyítani magát. Mindenki azt mondja, én vagyok a legjobb, a legszebb, a legtehetségesebb, én győzök itt. Mindez nézeteltérésekhez vezet, így egymás közt is, hiszen itt vannak a viták, a veszekedések. Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást. Lehet, hogy ez a kihívás a munkahelyen van. És ez nem tetszik neked, viszont az a fontos, hogy észrevedd, hogy milyen szándékokkal közelednek mások hozzád, hogy nem akarnak jót, hiszen irigyek rád, hagyd el a könnyek mezeit, figyelj oda az anyagiakra, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, de a belső értékeket is. Légy annak tudatában, hogy te sokkal értékesebb vagy, mint ezek a hölgyek ott körülötted. Ő döntéseket fog hozni, és beszélni akar veled. Az ő tanácsa a medve, hogy legyen meg ez az életerőd, amivel be tudod bizonyítani magadat.
De ez az erő jelenti a belső erőt is, hogy higgy magadban. Amit ez a kártya még jelenthet egy személy, akinek szava van, például a főnököd. Ha a hölgyek itt eltúlozzák a helyzetet, akkor megvan a lehetőséged arra, hogy beszélj a főnököddel. Itt a könyv jelenti a tudást, a tehetséget, és légy ennek is tudatában, azon kívül, mivel itt a kehely is megjelenik, és te, mint egy királynő, és uralkodsz a kehely felett, ez jelenti a te intuíciódat is, hogy hozz okos, bölcs döntéseket, és hallgass a belső hangodra. Ő kimutatja az érzelmeit, megvan ez a magabiztos fellépése, megvan a bizalom, a hit, hiszen itt a csillagok jelentik azt, hogy szerencse lesz, és ő bízik ebben, tudja azt, hogy lesz egy szerencsés fordulat. Itt valaki átnyújtja számodra ezt az arany érmét, ez jelentheti az anyagi segítséget, vagy jelenthet munkahelyi változást, és itt látható ez a park, ami utal a nyilvánosságra, hogy fellépsz a nyilvánosságon, megvan ez a kisugárzásod, a magabiztos fellépés, és mások észrevesznek, értékelnek téged. Itt még túl sokat cipelsz, sok a gond, valami foglalkoztat téged, nyomaszt téged, engedd el ezt. Hagyd el a könnyek mezeit. Ha ezt megteszed, ezt a lépést, akkor itt látható már a virágcsokor, jelenti a szépségedet, a nőiességedet, vagy egy kellemes meglepetést, egy ajándékot. A szerencse beköszön hozzád. Itt ő jelenik meg, mint egy király, de valami még átláthatatlan számára. A felhő jelenti az időt is, fél évet, amikor ő tanácsot ad számodra, hogy zárd le ezt a kapcsolatot, hozz fontos döntéseket, hagyd el a könnyek mezeit, engedd el a gondokat, de ő nem akarja sietetni a dolgokat, hiszen azt mondaná neked, van még egy kis időd, ez rendeződik majd úgy fél éven belül. Az ő napi energiája, te állsz itt a középpontban, mert ő gondol rád, fontos vagy számára, értékel téged. És a te napi energiád, itt a gólya látható, az jelenti a változásokat. Valahogy úgy érzed most így a mai napon, vagy a napokban, hogy itt lesz egy komoly döntés, bizonyos dolgokat lezársz, jobban alakulnak a dolgaid, lesznek változások. Azt is lehet ennél a kártyánál megemlíteni, hogy ő változik, megváltozik a hozzáállása, másképp kezel téged. Kimutatja az érzelmeit. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici,
vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!